Nekünk lett 10 olyan halmozottan sérültünk, értelmi halmozottan sérültünk, akik most már a fiatal korúak, tehát betöltötték a 11. életévüket. Édesanyám tulajdonképpen a gyámjuk, és oda kerültünk, hogy most az a bérépület, ahol ők laknak, az értékesítésre fog kerülni, és évvégén el fog kelni költözünk. Kellene költözni, van hova, de még rakhatatlan. És nyilván rögtön tehetünk is egy felhívást, hogy aki szeretne segíteni. Így van, és kérjük is, hogy nagyon szépen megkérek mindenkit, nem tudom, hova nézek, de nagyon szépen megkérek mindenkit. Kérünk egy bankszámlaszámot most a képernyőre? Volt, aki azt mondja, hogy miért segítsünk? Hát románok. Nem, ők magyarok. Romániában élnek, de magyarok. És gyerekekről van szó, az viszont teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján egy gyerek, az nem tehet semmiről, és neki próbálja segíteni. Ne haragudjatok, tehát románok, emberek. Ők, amikor megszülettek, és ugye kiderült nekik a betegségük, ők legtöbbiket a kórházba hagytak. Azt látni, hogy mennyire nem érdekli őket az a materialista világ, amiben élünk, hogy minden apróságnak mennyire tudnak körülni, és hát egy csoda volt tényleg, amit ott átéltünk. És egyébként terápiaként javasolnám mindenkinek, hogy legalább egy pár napot töltsen az ilyen emberek. Nagyon gyorsan az infók, hogy mi hamarabb el tudjátok kezdeni nézni a videót. 2 hétig le voltam tiltva, végre most épp újra enged feltölteni a YouTube, de ki tudja meddig. Nagyon súlyos a helyzet, úgyhogy ha tutira szeretnétek velem kapcsolatban maradni, akkor gyorsan gyertek át a Rumble csatornámra. A YouTube-ra már amúgy is minden videóból csak a rövidített, cenzúrabiztos változat kerül fel. Lent a leírásban megtaláljátok a közvetlen linket ennek a videónak a teljes vágatlan változatához és a Rumble csatornához is. Iratkozzatok fel, nincs cenzúra, a balos feljelentők hiába erőlködnek, lehet a valóságról beszélni, ez a mi közös csatornánk. www.rumble.com, de már nem csak weben tudod nézni, hanem az applikáció is elérhető. iPhone-ra simán az App Store-ból, Androidra pedig egy weboldalról tölthető le hivatalosan, ennek a linkjét is megtaláljátok lent a leírásban. És egy nagyon nagy köszönet mindenkinek, aki már vásárolt a Hobbista webshopban, ezzel is segítitek a munkánkat, hogy még több új videót tudjunk nektek készíteni, és bemutathassuk a valóságot a média agymosással szemben. Folyamatosan megújul a kínálat, jönnek az újabb termékek, pólók, bögrék, táskák, törölközők mellett hamarosan érkeznek az autóillatosítók is. Ha még nem jártál a webshopban, nézz körül nekem, most épp ez a kedvencem. Ezzel tudjuk kiválóan bosszantani a lipsiket, www.hobbistawebshop.hu, és kezdődjön a videó. És a mindennapjainkba belevisszük a Jóistent. Tehát körülbelül erre épül fel az egész csatorna. Rodéval kezdődött, aztán meg fejlesztettem, megvettem mindent, ami újdonság kameraszinten, mikrofonszinten, hogy minél jobb minőséget adjak a drága nézőknek, mert ugye ők nyomták meg azt a bekövetés gombot, és én mindig úgy vagyok, hogy vagy tökéletes valami, egy felvétel, vagy bármi, vagy akkor inkább ne csináljuk, tehát ez az elvem. És akkor egymással hogy kerültetek? Úgy kerültem, beszéltek? Nyugodtan, én amúgy is mindig túl sokat beszélek, úgyhogy nagyon van. Nekem a TikTok az egyébként úgy jött, hogy ugye beköszöntött a vírus helyzet annó, és hát eléggé sok szabad időm lett, mivel hogy főleg itt Budapesten is meg sok felé, Rock the City-vel a szórakoztatóiparban, éjszakai életben tevékenykedtünk, ugye, több szórakozói hozzánk tartozott, aztán nem igazán volt mit csinálni, mert hogy ugye bezártak a helyek. És hát nagyon sok szabad időm lett, unatkoztam, mit csináljak. Feltöltök egy-egy videót, és így korábbi életemből összevágtam videókat, így jött, viszont én a későbbiekben úgy voltam vele, hogy kevesebb tartalmat tettem föl, viszont rendszeresen live-oztam, és nagyon jó beszélgetős live-okat tartottunk, és így kerültünk egyébként Edennel is kapcsolatban még a legelején, valamikor régen, és hát ennek köszönhető, hogy Ágival is megismerkedtem, mert ő egy állandó nézőm volt igazából, és akkor most már egy picit el is vinném. Igen, hát nyilván ez lesz majd a lényeg, ez csak a bevezető volt, igen. De mégis a ti sztoritok is érdekesek. Én a példamutatásra szeretném felépíteni ezt az egészet, tehát mindig azt mondtam, és látom nagyon sokszor azt is, hogy működik a platform, csak nagyon sokan nem arra használják, amire éppenséggel lehetne, tehát rengeteg szeméttel és hülyeséggel van tele, már bocsánat, igen. Azzal még nincs is baj, mert hát szép lányokat azért szeretik a férfiak, nem? Hát megnézzük őket. De nagyon sokan, tehát... Challenge-ek, amikor a
covidos WC-t kellett körben nyomni. Igen. Jó, mondjuk nálam az kimaradt. Ez nálam kimaradt, őszintén megmondom. Miért a covid nél a WC-t körben lehet? De lehet, hogy nem halsz bele. Jókor mondom. Akárhogy nézzük, ez akárhogy nézzük durva. Tényleg durva dolgokat. Nem biztos, hogy én vagyok a hülye, hogy nem ismerem ezt a TikTokot. Na, és hát na itt akkor a lényeg, hogy végülis akkor ezt most már tudjuk, hogy Ágnessel így ismerkedtetek meg, hogy ő igen, hogyha úgy mondhatjuk, akkor a TikTok live-ok hoztak össze mindhármunkat. Igen, de ugye az Edens Family-t is Ágnes nézte rendszeresen, vagy hát mivel nem, ti ott lakunk egymáshoz? Tehát mi ketten ismertük egymást, és ő, meséld el inkább te. Jó, neked jobban megy a... Ági rendszeres nézőm volt, és én egyébként nagyon sok nézőmmel, tehát hogy privátban is tartottam a kapcsolatot, és beszélgettem velük. És egyszer este kérdeztem tőle, hogy mi van, elkezdtünk beszélgetni, és éreztem a hangsúlyon, ahogy írt, hogy nem velem van probléma, de valami lakozik benne, valami van, és ezt próbáltam volna kideríteni, hogy mi, azt tudtam, hogy ő milyen helyzetben van. Mármint olyan szempontból, bocsánat, remélem nem sértő, hogy ugye kerekesszékben éli az életét, ezzel pontosan tisztában voltam, viszont éreztem, hogy valami nem klappol. És harapófogóval húztam ki konkrétan belőle, aztán megeredt a nyelve szerencsére, és elmondta, hogy az alapítványuknál nagyon nagy problémákkal küzdenek, és tele van a hócipője abból, hogy állandóan csak ígérget mindenki, nem történik semmi, és akkor én mondtam, hogy jó, ezen változtatunk, hogy ezt nyugodtan elmondhatta volna, tehát ez felesleges magában örülnie, mert hogy ezt meg lehet oldani. És így jött ez az egész. Aztán én mondtam neki, hogy én mindenféleképpen szeretném őket meglátogatni, akkor már elhintettem így az egésznek az alapjait egy-két ismerősömnél, majd ugye beszéltem az Edennel is, amikor kiderült, hogy már tényleg megvan az időpont, hogy mikor fogok kimenni hozzájuk, egy kis gyűjtést is szerveztünk, ahol hát egy autó tele volt, 15 húzsáknyi ruha, játék és egyéb dolgok összejöttek. Aztán az Edennel ugye egyeztettünk és elindultunk, és csodálatos napokat töltettünk ott, hát teljesen más világ. Azt kell mondjuk. Tehát a Pepe azért szólt nekem, mert az egész profil, tehát félmillióan vagyunk már a TikTok csatornán, és nagyon sokan követnek, és mindenki tudja. Akkor Magyarország, nem csak Erdély. Tehát úgy van, hogy van egy analitika, ahol én láthatom, honnan követnek bennünket. 80-85% Magyarország, és a legtöbben Budapestről. Tehát hihetetlen mennyiségű kedves személy van Budapestről. És akkor úgy jöttem a Pepéhez, úgy jöttem a képbe, hogy a csatorna arra épül fel, hogy segíts, ahol tudsz. Tehát valahogy úgy átpróbálom adni az embereknek azt a nem tudom, ideológiát, vagy hogy ne csak magunknak, mindent magunknak, mert azt veszem észre a nagyvilágban, hogy így húz mindenki magának. És hogyha csak egy picit nyitná meg azt a kaput. A mellúszásnak van egy ilyen sajátos Igen. Hogyha egy picit nyitná meg azt a kaput, és kiengedne egy picit abból a részből, nem muszáj pénzt, nem muszáj, tehát legtöbbször egy kis szeretetet adnánk egymásnak, hát nagyon-nagyon máshol állna a világ, de annyira én központú lett ez az egész, hogy próbálom valahogy a TikTok szürke árnyalataiba egy kis színt bevinni. Okay, ezt tökre adom, hogy nem mindig az anyagi javakkal lehet csak segíteni a szeretetek kedvességet, de azért lássuk be, hogy amikor csak profilképeket teszünk ki, és borzasztó nagy hangon tesszük ki, azzal nem sokat, tehát valóban azért a gyakorlati segítség tud egy ilyen alapítvány életében. Úgyhogy tényleg akkor Ágnes meséljen nekünk magáról, hogy az Orbán Alapítvány miről szól, aminek nyilván már a neve önmagában garantálja, hogy biztos, hogy jobban odafigyelnek rá, mint hogyha bármi más neve lenne az alapítványnak, miközben egyébként ez a család nevük, és nem rokonok Orbán Viktorral. Nem vagyunk rokonok. Sőt, egy kicsit inkább hátránynak látom azt, hogy közös a vezetéknevünk, mert mindenki... rögtön azt hiszik mi, hogy na, biztos valami. Igen, és hogy teli vagyunk pénzzel, és milyen könnyű nekünk. Hát nem könnyű. Tegyük hozzá, hogy az Orbán egy tipikus, hát ugye a Székelyföld leírása című méltán híres mű, az Orbán Balázs műve, akinek sem Orbán Viktor, sem Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkároznak. Mindig számon szoktam kérni tőle, megjelent ez a Orbán Balázs sátor, akkor meg is kérdeztem, hogy nem túlzás, ez egy picit igazgató, vagy de már sátrat is van. Még csak államtitkár vagy, de már sátrat neveznek erről. Szóval ez egy családi alapítvány. Tehát igen, ez az alapítvány 96-ban létesült, és azt kell tudni róla, hogy teljesen értelmi
is halmozottan fizetikusokkal foglalkozik. Nekem ezt az alapítványt a nővérem vezette, édesapám alapította, a nővérem vezette, egészen 7 évvel ezelőtt, igen, még meg nem halt. És utána vettem én át az alapítványt, és kezdtem foglalkozni vele. Na most nekünk a problémánk mindig is az volt, hogy kevés volt mindig a tőkénk, így tehát tenni szerettünk volna valamit, viszont nem volt meg nekünk ehhez a megfelelő ingatlan. Ami azt jelenti, hogy az ingatlanjaink, amik voltak, bérépületek voltak. Én ahogy átvettem az alapítványt, nekem az volt a célom, hogy legyen saját ingatlanunk, ahova tudjuk vinni a fiatalokat. Igen, mert akkor onnan azért onnan nem lehet csak úgy kirakni. Igen, és ami a saját, az a saját. Tehát nem mindegy, hogy egy ezer idegenét fejlesztem, vagy a sajátomat fejlesztem. Plusz ugye a bér. Az is egy kiadás. Nekünk lett 10 olyan halmozottan sérültünk, értelmi halmozottan sérültünk, akik most már a fiatal korúak, tehát elbetöltötték a 11. életévüket. Édesanyám tulajdonképpen a gyámjuk, és oda kerültünk, hogy most az a bérépület, ahol ők laknak, az értékesítésre fog kerülni, és évvégén el fog kelni, költözünk. Én 2 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt sikerült vegyek egy 78 áras telket, rajta egy kicsit öregebb becske házzal, amit tavaly neki fogtunk renoválni. Hát a renoválás az ott tart, hogy a tetőszerkezete úgy van megcsinálva, hogy újra kell csinálni az egészet. Pénz közben elfogyott a támogatók, a Covid idő alatt volt 2-3 nagy támogatónk, akik meghaltak, és tehát most olyan helyzetbe kerültünk, hogy kellene költözni, van hova, de még rakhatatlan. És nyilván van, szükség van még további segítségre, úgyhogy... Hát ez a van hova, ezt úgy értik, hogy a terület megvan, de maga az épület az jelen pillanatban lakhatatlan, tehát ugye azt nem tudják használni. Na, tehát akkor most rögtön tehetünk is egy felhívást, hogy aki szeretne segíteni. Így van, és kérjük is, hogy nagyon szépen megkérek mindenkit, nem tudom, hova nézek, de nagyon szépen megkérek mindenkit. Kérünk egy bankszámlaszámot most a képernyőre? Amúgy édesapám említette, ugye benne voltunk ebbe a bizniszbe, mindenhol kinyúlt a kezünk, és nagyon sok olyan gazdag ember van, akinek annyi pénze van, hogy úszik benne, idézőjelbe úszik benne, és sok helyre szeretne segíteni, de nem tud ilyen intézményeket, nem tud ilyen alapítványokat, nem tudja hova adja. Tehát lehet, hogy megdobná valakit egy, mit tudom én, 10 millió forinttal megdobna, de nem tudja, hogy hova. Hogy kidobjon meg. Igen, nem tudja, hogy kidobjon meg, nem tud egy történetet, és tehát ezért gondoltunk arra, hogy tehát, hogyha valaki tényleg tehetősebb vagy úgy is működhet a dolog, hogy sok kicsi sokra megy. Nagyon sokszor hallottunk olyat egyébként, azt elfelejtettem mondani, hogy hát szerettem volna, csak nem akartam más szobába vágni, hogy nálunk eleve egy olyan közösség alakult ki a Live-on keresztül, egy nagyobb mag mondhatom, többször próbáltunk már segíteni másokon. És nagyon sokszor tapasztaltuk azt is, hogy sajnos az emberek visszaélnek másoknak a jó szeműségével, és egy jó páron ezáltal szkeptikusak is lettek. Viszont mi vettük a fáradtságot, kimentünk, leellenőriztük a dolgokat, ott voltunk, láttuk, hogy tényleg mi van, ez való sajnos. És ugye volt olyan is, aki, nem tudom, ez miért merül fel az emberekbe, de volt, aki azt mondta, hogy miért segítsünk, hát románok. Nem, ők magyarok. Romániában élnek, de magyarok. És gyerekekről van szó, az viszont teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján egy gyerek, az nem tehet semmiről, és neki próbálja segíteni. Ne haragudjatok, tehát románok, emberek. Tehát igen, akárhol vagyunk a világban, emberek. Igen, tehát emberek vagyunk, ezzel fejeztem be. Konfitársaink, ráadásul. Pontosan. Ugye, én például Romániában élek. Akkor sem tehetnek róla, hogy a határok a fejük fölött, ugye. Romániában élek, de magyar állampolgár is vagyok. Tehát eleve azt kell tudni, hogy ők, amikor megszülettek, és ugye kiderült nekik a betegségük, ők legtöbbiket a kórházba hagytak. Tehát ott hagyták a szülőt. Tehát nem volt nekik
semmilyen családi kapcsolatuk, ami szeretetet és gondoskodást kaptak, azt mind tőlünk és az alapítványtól kapták, és a nevelőiktől. Viszont azt látni, hogy mennyire nem érdekli őket ez a materialista világ, amiben élünk, hogy minden apróságnak mennyire tudnak körülni, és hát egy csoda volt tényleg, amit ott átéltünk. És egyébként terápiaként javasolnám mindenkinek, hogy legalább egy pár napot töltsen az ilyen terápiaként, vagy hogy mondjam, ilyen való. Igen, tehát hogy felnyíl az emberek tudjuk szeme. Tudjuk a helyünket meg, pontosan. Hogy értékelni tudjuk azt, ami igen, pont ez, jutott. Pont ez, tehát igen. Pont ez, igen. Sajnos az értékrendek azok, azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon elcsúsztak az utóbbi időben, és ez én teljesen máshogy jöttem vissza. Itt muszáj föltenni a kérdést, mert őszintétlen lenne az ember, ha nem gondolkodna el ezen, hogy tulajdonképpen miért jut eszébe valakinek, önöknek segíteni ezeken a gyerekeken. Mert persze lehet mondani, hogy hogy lehet ilyen szívtelen dolgot kérdezni, de valójában, ha magunkban nézünk, és mi is, meg a nézők közé sokan, egyikünk sem hozott létre egy ilyen alapítványt, most nyilván mindenki megteszi egy tévéműsorral, nem váltjuk meg a világot, ti kimentetek helytet, tehát ti többet tettetek ezért, de van, akinek konkrétan önöknek, a családnak az a gondolata támad, hogy ezeken az egyébként teljesen reménytelen helyzetű, de a család számára, most értse mindenki úgy, ahogy kell, irreleváns, tehát nem rokonok, nem barátok, csak nem. Úgy nem, de viszont fogyatékos gyerekek. Honnan jön az a túl azon, hogy az ember csak szeretne jó ember lenni, de hogy a gyakorlatban is azt mondja, hogy én ráteszem a fél életemet, vagy az egészet, az a vagyonomat, az időmet, mindenemet arra, hogy ezeknek a számomra idegen, ráadásul gyerekeknek, akikben ráadásul ugye nem is nagyon láthatok perspektívát, mert tudjuk, hogy a képességeik azok nagyon determináltak, és nagyon alacsony az a plafon, ameddig egyáltalán el tudnak jutni abban, hogy valami fajta normális életük legyen, és valami fajta, hogy mondjam, ha nem is szülői, de valamilyen nevelői büszkeséget adjanak. Nagyon korlátozott, hogy mégis mi az a motiváció, nagyon amit ilyen, ennyi viszont, munkát beletesznek. Viszont még a pici, tehát egy pici az, hogy megtanulják befűzni a cipőjüket, már az egy boldogság. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi!